A Szombathelyi Szabadidős Sportszövetség szervezésében második alkalommal rendezték meg a Tófürdőn a Városi Tagball Bajnokságot, amelyre ezúttal 16-an neveztek. A 2016-ban alakult sportág magyar találmány, amely a labdarúgás és az asztali tenisz elemeit ötvözi. Egy meghalított, középen plexiüveghálós asztalon focilabdával játsszák. Azt szeretnénk, hogy minél többen ismerkedjenek ezzel a játékkal, hiszen a labdarúgópályákon, ha körülnézünk, mindenhol található tagballasztal, és minden játékos valamilyen szinten azért kipróbálja, mert technikailag azért mindenképpen fejlesztő hatású, és elég kreatív taktikai megoldásokat lehet azért előhozni. Úgyhogy ebből következően úgy érzem, hogy a labdarúgók, de akik magában csak lábügyességgel rendelkeznek, azok nagyon-nagyon jól megélnek ebben a játékban. A hétvégi versenyen nagy nevek is indultak. A tavalyi bajnok Kovács Jenő számára nem is volt kérdés, hogy megpróbálja megvédeni címét. Azért nem ugyanaz az esély, mint a tavalyi versenyen volt, már most nagyon erős mezőny jött össze, hogy látom fiatalok, focisták, azért én nem a fiatalabb korosztályhoz tartozom, tehát nem olyan egyszerű a dolgom, de mindent elhetőt megpróbálok. A közönség gigászi csatákat láthatott, az izgalmas döntőt végül az MB3-as Sárvár korábbi labdarúgója, Németh Erik nyerte. Szerintem minden labdarúgó és nem labdarúgó is játszhatja, mert nagyon fejleszti a technikai képességeket és a kreativitást is. Úgyhogy szerintem érdemes kipróbálnia mindenkinek. A Tófürdőn 12 éve zajlik a Strand Sportnapok programsorozat, a következő hétvégén szivas teniszbajnokságot rendeznek a strandon.